távol-keleti hangulatokat, utazásokat és érzéseket idéző dallamokkal nyitották meg a Vikel Sándor zeneiskola tanárai a legújabb kiállítást a Nyíregyházi Városi Galériában. Ezt a fotót egy tibeti útja során készítette Normantas Paulius, aki többször is járt a belső ázsiai országban. A litván származású fotóművészt igazi polihisztorként tartják számon. A közgazdász diploma megszerzése után fafaragó, kosárlabda edző és halász is volt, de elsősorban fotóművészként ismeri a világ. Minden, amit csinált az egyetemtől a haláláig, azoknak mindnek volt valamilyen értelme abban, hogy jobban bírja a megpróbáltatásokat, hogy föl tudjon menni 5200-ra a Monteverest első alaptáborába, hogy képes legyen három marék rizsen két napig élni, mikor éppen nem tudott mind. Tehát ezek a testi kondíciók segítették az útjában. A fotóművész 1983-ban, 35 éves korában települt a szerelem miatt Magyarországra. Feleségével haláláig Nyíregyházán élt, de közben sokat utazott. 2011 nyarán Nyíregyháza térségét is körbejárta, volt autentikus olá cigány esküvőn, és járt az akkori Kisvárdai Cigányfesztiválon. Természetesen mindenről készített fotókat is, ezért megye székhelyünk sajátjának tekinti a művészt. Ennek jelképeként a kiállítás megnyitója mellett egy emléktáblát is avattak hétfőn a Nyíregyházi Városi Galéria oldalfalán. Normantas Paulius itt élt Nyíregyházán, innen indult a Himalájába, Ázsiába, és hát ide is tért haza tulajdonképpen, meg persze Litvániában is, amellett, hogy ő mindig Ázsiában érezte otthon magát, és az, amit létrehozott, azt gondolom, az egy nagyon jelentős, nem csak nyíregyházi perspektívával nagyon jelentős alkotás, ezért komoly elismeréseket is kapott, és hát ezeket itt a Városi Galériában mutattuk be, többször is, ezért is gondoltuk azt, hogy a legmegfelelőbb hely az ő emléktáblájának itt a Városi Galéria falán van, ahol remélem, hogy lesznek még a munkáiból a jövőben is kiállítások. A kiállítás megnyitóján a litván utazási újságírók is jelen voltak. A klub vezetője beszélt a 2017-ben elhunyt fotós munkája mellett annak elhivatottságáról és a buddhizmushoz való kötődéséről is. Amikor Paulius belépett a Litván Újságírók Szövetségének utazási újságírók klubjába, megkértem, hogy vigye magával a klub zászlaját utazásaira. Ő rögtön beleegyezett, mert amikor meglátta a csigát a zászlón, azt mondta, a keleti filozófiában a csiga a bölcsesség szimbóluma. Kincses Károly fotómuzeológus, aki egyben a fotóművész barátja is volt, hosszabban mesél a fotók elkészítéséről és azok háttértörténetéről a péntek esti Weekend című műsorunkban.